Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Xiaomi Mi Store Magyarországnak a csatornáján, az én nevem Zsolt. Itt sorakoznak mellettem a kamerák, az otthoni kamerák, nem mindegyik biztonsági kamera, hiszen nem mindegyiket nevezik biztonsági kamerának a Xiaomi, ám összességében azért hasonlítanak egymásra, nyilván dizájnban eltérnek egymástól, illetve tudásban is, plusz árazásban, de ennek ellenére mindegyik 360 fokos, tehát forgatható fejjel rendelkezik, és lát nappal, valamint éjszaka is. Viszont azért nehéz dönteni így első blikre, hogy melyik mit tud pontosan, és mi a különbség közöttük, így ebben a videóban segítünk megkülönböztetni mind a három kamerát, hogy mégis miért hívja az egyiket 2K Pro-nak a Xiaomi, a másik pedig miért csak 1080p-s, és mit jelent az, hogy 2K Pro egészen pontosan milyen tudást rejt maga mögött, és a 1080p pedig mivel tud kevesebbet, mint társai. Nem meglepő módon azért érdemes egy kicsit a dobozzal kezdeni. Külsőleg nyilván hasonlít egymásra az összes csomagolás, mindegyiken a termékeknek a képe található, ám belül azért megbújik még egy plusz tartozék a 2K Pro esetén, hiszen csak ahhoz jár adapter, amivel rögtön töltőhöz tudjuk csatlakoztatni a készüléket. A másik kettő, illetve a 2K Pro esetében is viszont még jár egy microSD kábel, ami jó hosszú, emellett pedig van még egy felcsavarozható kis lap, amit oda tudunk rögzíteni különféle helyekre, a 4 tipli, valamint a 4 csavarnak a segítségével, és nem maradt el a használati útmutató sem. Szóval a 2K Pro-ban van adapter, a többiben pedig nincsen. Külsőleg a vágóképeken, illetve itt mellettem is rögtön látszik, hogy miben különböznek egymástól a termékek, hiszen egy kicsit gömbölyödebb formavilággal rendelkezik a 2K, ami a régi 1080p-nek az örököse, a sima 1080p pedig alul egy picit szögletesebb talppal bír, valamint itt van a 2K Pro, ami inkább ilyen egybeöntött műanyagnak tűnik, de ennek ellenére ez is forgatható fejjel rendelkezik, mint ahogy a többi is. Igazából a 2K Pro-nál nem a fej forog egész pontosan, hanem az egész teste forog a kamerának, de fölfele és lefelé is ugyanúgy mozgatható, mint a többiek. És hát nyilván már a nevükből is kikövetkeztethető módon azért a felbontás is más-más a mind a három kameránál. Egészen pontosan a 2K, illetve a 2K Pro felbontása ugyanaz, hiszen itt 2300x4x1296 pixel felbontású videókról van szó, a 1080p esetén pedig 1080x1920. Nyilván ez a minőségben is megmutatkozik, de egyébként is a két szenzor a 2K-ban, illetve a 2K Pro-ban lényegében ugyanaz, f per 1,4-es rekeszértékű lencsékről van szó, pont azért éjszaka is jól látnak. Viszont éjszaka is jól lát mindegyik abban a szempontból, hogy infravilágítással rendelkezik, tehát majd meg is fogom mutatni, hogy milyen különbségek adódnak a normál elkészült biztonsági felvételek során. Ami a 2K Pro-nak a hatalmas előnye, az a Bluetooth Gateway, vagyis csatlakoztathatunk hozzá különféle eszközöket, éppen ezért ez a készülék többféleképpen is használható. Plusz ne felejtsük el, hogy ez az egyetlen olyan termék a három közül, ami 5 GHz-es hálózatokon is működik, tehát nem csak 2,4-re tud kapcsolódni, hanem az 5 GHz-et is ismeri. Eddig ez az Echo termékekre egyáltalán nem volt jellemző, ez lényegében az első ilyen kütyű. A kameráknak a Mi Home rendszerbe való integrálása lényegében ugyanúgy működik. Mindegyiknek az alján van egy QR kód, amit be kell olvasni. Most vagy Bluetooth-on keresztül automatikusan felismeri a rendszer, hogy van egy párosításra váró kamera, vagy pedig, hogyha ez nem történik meg, vagy mi manuálisan szeretnénk hozzáadni, akkor a Mi Home-on belül a kamera menüpontba kell mennünk, és meg kell adnunk a megfelelő kamerát. Utána pedig hozzá kell csatlakoznunk a 2,4 vagy a 2K Pro esetén akár az 5 GHz-es hálózathoz. Szépen ez a Wi-Fi hálózathoz hozzákapcsolódunk, majd visszalépünk a Mi Home alkalmazásba, és már is be tudjuk olvasni az alul lévő QR kódot, innentől kezdve pedig a párosítás végbe megy, a kamera csatlakozik, vagy kamerák csatlakoznak a Wi-Fi hálózathoz, el kell nevezni, meg kell mondani, hogy hol vannak, és már is használhatjuk őket. Szoftveres szempontból lényegében ugyanúgy vezérelhetőek, tehát van egy ilyen kis virtuális joystick, aminek a segítségével tudjuk jobbra, balra, fölfele, lefele mozgatni a fejet, vagy éppen magát a kamera részleget, ezen kívül pedig vissza is játszhatjuk az elkészült felvételeket, microSD-re tudjuk menteni ezeket rögtön a telefonra, hogyha megnyomjuk, illetve a felhő szolgáltatásba, 7 nap ingyenes, utána pedig fizetni kell ezért a szolgáltatásért. A beállítások menüpontban nagyjából hasonló dolgok vannak, ugye mindegyik rendelkezik indikátor LED-del, vagyis mutatja kéken, hogy működésre bírhatóak a kamerák, illetve működésben vannak, de ezt azért ki is tudjuk kapcsolni, és megint csak van egy nagy előnye a 2K Pro-nak, az, hogy fizikailag lencsevédelemmel rendelkezik, vagyis le tud nézni annyira, hogy már ne is lásson a kamera, tehát ha valaki azt szeretné, hogy ne is nézzen sehova a kamera, akkor ezt is nyugodtan megteheti, egyébként pedig azért kell mindig jelszóval védett Wi-Fi hálózatokhoz csatlakozni ezekkel a kamerákkal, hogy biztonságosan tudjuk használni, és ne férjenek hozzá illetéktelenek a kameráknak a képeihez.
Mindegyik képes automatizáló folyamatokra, vagyis hogyha van mondjuk egy okos otthon kezdőszettünk, vagy okos otthon központunk, akkor beállíthatjuk, hogyha kinyílik az ablak, akkor automatikusan felvételt készítsen a kamera, vagy éppen összehangolhatjuk más eszközökkel is. Mind a három rendelkezik két utas hangzással, vagyis lehet hívni, illetve hallani is azt, ami a kamerák előtt történik. A kameráknak a hangminősége igazából így alakul. Ilyen a hangminősége a 2K Pro kamerának. Ilyen a hangminősége a 2K kamerának. Ilyen a hangminősége a 1080p-s kamerának. Ugyanezt meg is tudom mutatni úgy, hogy maguk a kamerák beszélnek, kicsit tört angollal, kínaias kiejtéssel. Please use the mobile phone scan, the QR code on the boarding labelled, and the configuration interface. Waiting for connection. Please use the mobile phone scan, the QR code on the boarding labelled, and the configuration interface. Please use the mobile phone scan, the QR code on the boarding labelled, and the configuration interface. Waiting for connection. Képminőség tekintetében a 2K, illetve a 2K Pro hasonlít a legjobban egymáshoz, hiszen a felvételeknek a felbontása lényegében ugyanaz. Ettől függetlenül némileg teltebbek a színek a 2K Pro esetén, és a vonalélesség, valamint a részletgazdagság is kicsivel jobb azért, mint társánál. A leggyengébb a három közül nem véletlenül a 1080p-s, itt azért a felbontás is alacsonyabb, illetve a kamerának a lencséje is gyengébb minőségű, ám még így is minden látható, ami előtte történik. Éjszaka hasonló a helyzet, mondjuk én csaltam, mert besötétítettem, ám ennek ellenére semmilyen fény nem szivárgott be, és jól látszik, hogy azért a legjobban talán a 2K Pro lát, ilyenkor azért bőven megfigyelhető különféle részletek, amik már sem a 2K-nál, de pláne az 1080p-snél nem láthatóak. Nyilván azért mindegyik lát éjszaka, és mindegyik alkalmas arra, hogy megfigyeljük az otthon történteket, inkább az dönt, hogy ki milyen minőségben szeretné látni a dolgokat. Jól látszik tehát, hogy a biztonsági, vagy legalábbis otthoni kamerák közül kiemelkedik a 2K Pro, ugyanis nem csak felbontásban tud többet némileg a többieknél, hanem minőségben ezen kívül Bluetooth gateway csatlakoztatásra képes, az 5 GHz-es Wi-Fi hálózatokat is ismeri, nem utolsó sorban pedig azért a hangszórója is jobb, mint a többinek. Utána érkezik árban, illetve tudásban is a 2K, ami azért méltó örököse a tavalyi modellnek, és összességében nagyon jól szerepel, kellemes képminőséggel rendelkezik. A legolcsóbb variáns pedig a 1080p, ami idézőjelesen csak Full HD felbontásra képes, de ez is a mozgásokat fel tudja ismerni, mint ahogy a többi is. Persze az AI algoritmus azért egyre fölfele, egyre drágább kategóriában egyre jobbnak mondható, tehát azért az embereket jobban fel tudja ismerni mondjuk a 2K Pro, mint a 1080p, de mindegyik tud riasztani, akár még bébisírásra is. Szóval tudásban, árban szépen lettek pozícionálva a készülékek, nagy differencia nincs azért a legolcsóbb, illetve a legdrágább modell között, szóval, hogyha valaki hosszú távon keres biztonsági kamerát, akkor a 2K Pro biztos, hogy segítséget nyújt ebben, ha pedig valaki csak szeretne hazanézni, hogy mit csinál a házi kedvenc vagy a kis lurkó, akkor akár a 1080p-vel is megelégedhet, a 2K-val pedig a jobb képminőségre vágyhat a 1080p-hez képest. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem mindenkit sikerült tájékoztatnunk arról, hogy miért jó az 1080p, vagy miért jó a 2K Pro, és miben különbözik ezektől akár a 2K-s otthoni kamera. Hogyha igenis tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és akkor találkozunk a következő videóban, plusz ne felejtsetek el követni minket a Facebookon, az Instagramon, valamint a samlife.hu weboldalon. Szép napot mindenkinek, sziasztok!